No, szerintem kezdhetjük is. Sziasztok, a nevem Kusnor Betleó, örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttetek, és látom vannak külsősök, nektek külön örülünk. A mai nap a Hogyan készítsünk gyors és szabályos CSS című előadásra jöttetek. Előzőekben annyit feltételezek mindenkiről, egy minimális szintű CSS képessége biztos van, jó van. És a másik az, hogy a gördülékenyebb előadás érdekében majd a végén tegyétek fel kérlek a kérdéseiteket, és akkor megbeszélhetjük ezeket. Ahogy láthatjátok, három nagyobb kategóriája, nagyobb kategóriára bontottam fel az előadásomat. Az elsőben meg fogjuk vizsgálni azt, hogy alapjában véve mi is az a specificity. A másodikban ennek a core konceptjét, az alap, olyan alap dolgokat fogjuk átnézni, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megértsük ezt a dolgot. És ebből a két alpontból fog felépülni a harmadik, amely az optimális CSS rendereléshez, hatékony CSS rendelésnek lesz az alappillére. Na már most mi is a specificity? Mikor kezdő voltam, én sem értettem tulajdonképpen, hogy mi is ez, nem is tudtam, hogy van ilyen, de amikor mélyebben belemerültem, ezt úgy érdemes elképzelni, hogy a CSS-sel dolgozunk, biztos fogunk találkozni szelektorokkal nagyon hamar, és ha két szelektort ugyanazért a tulajdonságért, vagy ugyanazért az attribútumért versenyez egy adott HTML elemnél, akkor tulajdonképpen egy párharc alakul ki kettőjük között, és mindig azt fogja érvényesíteni az akaratát, amelyiknek nagyobb a score értéke. Biztosan vannak közületek, akik szeretik a DC-t, én nagyon szerettem gyerekkoromban, és talán ez volt az, ahol egyszerűbben fel tudtam dolgozni ezeket a dolgokat, hogy harc, mindig is nagyon szerettem látni, hogy ők harcolnak, de nem. Viszont továbbá, hogyha megnézitek, majd a core funkcionalitásnál ki fognak jönni azok a dolgok, ahol kisebb és nagyobb súlycsoportokat engedünk összeharcolni. Az első, mielőtt még bemutatnám nektek ezeket, érdemes beszélni arról, hogy hogyan is alkalmazódnak nekünk az adott szabályaink elemekre. Fentről lefele láthatjátok erősségi sorrendbe. A legelső az, amikor style attribútumba, az adott HTML elem sorába határozzuk meg az elemeinket, de gyönyörűen látszik, az elemeinket, és így mindenféleképpen, hogy ez fogja érvényesíteni az akaratát. Ha ennél egy picivel igényesebbek szeretnénk lenni, akkor már style tagek közé emeljük ki az adott szelektorainkat és a formázandó elemeket. Viszont, hogyha figyelembe vesszük az újra felhasználhatóságot és a karbantarthatóságot, akkor egy külső fájlba fogjuk ezeket behúzni, viszont ezeknek a specificity-je lesz a legkisebb. Tovább haladva, ahogy említettem nektek a harcokat, lesz itt egy érdekes dolog már rögtön az elején, amikor egy class fog versenyezni, vagy párbajozni egy klasszal. A legelső harc tulajdonképpen mindig úgy fog alakulni, nagyon egyszerű a szabály, amelyik az utolsó, az a legerősebb. Na már most nem minden versenyben alakulnak ilyen szépen a dolgok, pont fordítva, de ahogy láthatjátok, megcseréljük egyből a két klassznak a sorrendjét, ugyanazt a property-t állítják be, mindig az utolsó lesz az, ami érvényesíti jelen esetben a háttérszínét ennek a tulajdonságnak. Biztosan tudjátok, hogyha a klasszok kiértékelésének nézzük a klassz attribútumnak a tulajdonságait, akkor folyamatosan a legáltalánosabbal kezdjük baloldalt, és jobbra haladunk a legspecifikusabbak felé. Na már most lehet, hogy tévhitbe éltetek pár napig én is, ez így ebben a formában nem igaz. Azért is írtam fel, hogy ez irreleváns, és később be is fogom nektek bizonyítani nagyon hamar. Ahogy láthatjátok, ez egy egyszerű Bootstrap class, és négy egyszerű class csorakoztattam fel mögé, és a következő példában pedig az látszik, hogy folyamatosan az egyre specifikusabb klasszok írják felül egymást. Na már most ugye említettem nektek, hogy irreleváns az, hogy a klasszokban milyen sorrendben, ez fontos, milyen sorrendben épülnek fel, milyen sorrendben következnek az adott klasszok. Egy egyszerű példát hoztam nektek, egy
egy egyszerű kis box elemet színeznénk, vagy egyszerű kis kocka, vagy négy szög elemet színeznénk itt be. Kettőfajta class definiáltunk, az egyiknek, a kéknek meghatároztuk, hogy ő a kék hátteret és a 20 pixeles font size-t alkalmazza, míg a következő pedig a pirosat és a 30 pixelt. Ugye azt mondtam, hogy teljesen irreleváns az, hogy még milyen sorrendben vannak, hogyha megcseréljük a boxot a blue-val, azt várná az ember, hogy fel fogja venni a kék színt, de ez nem így van. Mindig azt érdemes megfigyelnünk, ugye megszokhattuk, hogyha bootstrap-et használunk, hogy számít az, hogy milyen sorrendben írjuk. Azért számít, mert olyan szépen lett, olyan esztétikusan lett felépítve a bootstrap, hogy a klasszok egymás után követik egymást, és ilyenkor tud érvényesülni ez a hatás. Viszont, hogyha megcserik a két klasszt az adott fájlunkba, egyből érvényesülni fog az akarata. Egyből érvényesülni fog a boxnak, vagyis a blue-nak az erőssége, lényeg függetlenül attól, hogy hol is helyezkedik el. Hát ez hogy? Aha. Tovább folytatva egy érdekesebb párbajt hoztam el nektek, ugye egy ID-t és egy class-t eresztünk itt össze. Na már most az ID-k tulajdonképpen ti is tudjátok biztos nagyon jól, hogy sokkal specifikusabbak a klasszoknál, mivel egy oldalon csak egyetlen egy fordulhat elő, és nagyon érdekes és különleges kimenete lesz ennek a harcnak, mivel teljesen mindegy, hogy az adott ID-t milyen helyre pozícionáljuk, ha valamilyen property-t be szeretne állítani, és ellene csak klasszok jönnek, jöhet több is, nem számít, biztos lehettek benne, hogy ő lesz az, aki megnyeri ezt a párbajt és érvényesíti az akaratát. Lesz egy érdekesebb párbaj, amiről a későbbiekben szeretnék beszélni, ezek a pseudo-klasszok és a pseudo elemek, viszont ezt majd a közepén térek erre vissza, egy puzzle formájában, ahol be szeretném nektek mutatni, hogy persze egyszerű ez, hogy mindig az utolsó nyer, meg az ID legyőz mindent, de valójában ennél komplikáltabb a helyzet. Az egész specificity-nek az alapja visszavezethető egy matematikai logikára, egy adott táblázatba, ahol fel vannak sorolva azt, hogy milyen elemnek, milyen szkórokkal rendelkeznek, és ahogy láthatjátok, itt az ID egy 100-assal, a klasszok, pseudo-klasszok attribútumok egy 10-essel, és az egyszerű elemek és a pseudo-elemek pedig egyetlen egy ponttal rendelkeznek ebben a harcban. Hogyha egy látványos specificity kiértékelést szeretnétek látni, a jobb alsó sarokba találhattok egy linket, ahol egy nagyon igényes és nagyon látványos live selector kiértékelést kaphatunk. Két példát hoztam nektek, ugye az egyikben egy 22-es pontszámot értünk el két klasszal, egy pseudoval és egy simával, valamint két elemmel, viszont a másodikban pedig egy 121-eset, ahol egy egyszerű ID-t, egy sima klaszt, egy pseudoklaszt és egy elemet mutatok be nektek, és tulajdonképpen az, hogy egy párbajba ki fog nyerni, későbbekben mindig ide vezethető vissza, és ez fogja eldönteni azt, hogy ki érvényesíti az akaratát. Néhány érdekes dolog, amit még érdemes megemlíteni a specificity világában. Létezik egy univerzális szelektor. Na már most, ha ezt a kis csillagot beírnátok ebbe a nagyon gyönyörű kiértékelőbe, kereken 0 ponttal rendelkezne. Éppen azért, hogyha egy univerzális szelektorral megadunk egyfajta értéket vagy stílust, minden egyes HTML elemre alapértelmezetten fel fogja ezt venni. Viszont, hogyha bármilyen más szelektort használunk az elemünkre a következőekben, biztos lehettek benne, hogy ezt felül fogja írni. A kettest, hogyha megnézzük, akkor az ugyanolyan specificity-vel rendelkező szelektorok közül mindig az utolsó fog nyerni, de ezt már megtanulhattátok. És a harmadik pontban pedig egy elég érdekes kulcsszóval találkozhatunk, az importanttal. Biztos vagyok benne, hogy nektek is voltak kellemes élményeitek ezzel, de térjünk is át egyből rá. Egy egyszerű hétköznapi példát szeretnék nektek felvázolni,
tegyük fel, hogy fáradtak vagytok a munkanap végén, de beszeretnétek azért még fejezni valakit. Valakit? Valamit, viszont a szelektorotok nem pontosan úgy működik, ahogy szeretnétek ezt. Éppen ezért idegesek vagytok, nem feltétlen kellemes szavakat használtok rá, pedig hát ő nem tehet semmiről. Egy egyszerű importantot tesztek az adott szelektor attribútum a végére, és voilà, egyből működik és megvan oldva. Na már most, Stephanie Ravis a Twitter felületén hírfolyamában osztotta meg ezt a kedveskedő bejegyzést. Persze ez nyilván vicc, viszont az alapját ugye azt képezi, hogy nem feltétlenül értjük minden esetben a specificity-nek a teljes működését, ezért használunk importantot. Nem azt mondom nektek, hogy ne használjátok, vannak olyan esetek, amikor igenis kell használni, de általában ez egy lustaságra vezethető vissza. De tegye már fel nekem a kezét az, akivel még sose fordult ilyesmi elő, hogy használt importantot. Egy fiatal ember, egy őszinte. Így van. Szóval, tovább haladva, ígértem nektek egy egyszerű kis puzzle-t, ahol bemutatnám a pseudo-klasszok és a pseudo-elemeknek a párbaját. Ugye azt mondtam, hogy klassz utolsó, ID közül, ID és klassz közül mindig az ID. Na már most hoztam nektek egy kivételt. Az első példa egy first child, a második pedig egy first line. Ha megnézzük ezeknek az értékét, a first child 11, még a first line az egyszerűen 2 score-ral rendelkezik. Miért lehet az, hogy mégis a first line az, amelyik ebben az esetben megerősített, vagy alkalmazta ezt a szabályt. Hogy ne keverjük össze, hoztam nektek pár pseudo-klassz és pár pseudo-elemet. Tulajdonképpen ezek a pseudo-klasszok és elemek állapotokat, és specifikus állapotokat jelentenek, és láthatok párat felsorolva ezek közül. És tovább haladva én is megnéztem több kalkulátorban is, hogy nem én néztem el ezt a dolgot. Nem, viszont mégis a first line volt az erősebb. Na már most hoztam nektek egy példát, amivel ezt megmagyarázom, hogy mégis miért alakultak így a dolgok, ahogy. Na már most, a példakedvéért egy paragrafust feltöltöttünk gyönyörű szép szöveggel, kapott egy ID-t, egy class-t és egy erős in-style attribútum közé erőltetett CSS tulajdonságokat is, és a célunk ugye az lett volna, hogy a szövegünket ki alakítsuk át. Az alapállapot az volt, hogy a first line, mint beállítottuk pirosra, ahogy látszik a példában, fel is vette az első sor a piros színt. Na már most. Ha tovább haladunk és nézzünk egy egyszerű szelektort, aminek biztos lehettek benne, hogy nem. Ha nézzünk egy egyszerű szelektort, akkor ezt a szelektort egyszerűen leverte a first line. Ha nézzünk egy class-t, ami már jóval erősebb, vagy egy ID-t, azokban az esetekben sem volt különbség. Összeállítottam egy sokkal szebbet, ahol ugye mondtam, hogy important, mindig használjuk, örülünk neki, hogy működik, ebben az esetben nem. És hogy miért lehet ez? Összedobtam még egy all-int is, amiben van ID, class, important, amit akartok, minden is, de sajnos ebben az esetben sem fog ez így működni. Az egyszerű magyarázat az lehet, hogy ahogy látjátok, az ID, a class és az inline és a style attribútum is az egész paragrafust targetálja, célozza meg, viszont ez a first line állapot sokkal specifikusabb, ezért fog ez a szabály érvényesülni. Ha meg szeretnétek mégis változtatni az első sornak adott szöveg részletét, egyszerűen egy kis spam közé kell azt szorítani, és sikerülni fog egyből. Important nélkül? Így van. Mindezek, amiket eddig elmondtam, az alapját képezik a hatékony CSS rendelésnek, ahol legelső körben szeretnék nektek beszélni arról, hogy hogyan is értékelődnek ki a szelektoraink. Ezt érdemes megtanulni, hogy mindig jobbról haladunk bal oldalra. És ahogy láthatjátok a táblázatomba, fentről lefele találtok a leggyorsabb szelektorok. Jogosan mondhatjátok, hogy ID a legszuperebb. Miért nem használunk minden ezt? Majd mindjárt megmagyarázom. De hogyha például a negyedik sort megnézitek,
akkor megkeresi az összes áteget az oldalunkon, ezenből amelyik átegnek egy li szülőeleme van, valamint ennek egy ul szülőeleme, így jóval nagyobb fát fogunk bejárni, mint hogyha csak egyszerűen egy sima klasszal felklasszolt elemet keresnénk, és így a hatékonyság és az energia felhasználása ezeknek a szelektoroknak jóval nagyobb lesz, mint a nála szofisztikáltabbaknak. Amit még érdemes megfigyelnünk, az, hogy mivel az ID alapból is teljesen egyedi, és Okay. Nincs jel. Ha. Srácok, valaki? Szuper! Na már most az ID-t ugye említettem, hogy egy oldalon csak egy található, így biztosak lehettek benne, hogy ez a legspecifikusabb, ezért teljesen felesleges túlspecifikálni, mert ebben az esetben meg fogja keresni az oldalonkon található összes UL elemet, HTML elemet, azzal ellentétben, hogy csak simán megadnánk az adott ID-t, és csak azt az egyet fogná meg. Így érezhetitek ti is, hogy jóval nagyobb erőforrás igénye lesz ennek a műveletnek. Én mindenféleképpen a class mellett tenném le a voksom, hogyha bármit is szeretnétek csinálni a CSS-ben, mivel újrahasznosíthatóak és skálázhatóak, és ugyanez érvényes rájuk is. Nem feltétlen annyira specifikusak, mint az ID-k, viszont egy olyan 10%-os sebesség különbség van az ID javára az ő harcukban, éppen ezért class-t érdemes a legtöbb esetben használni. Viszont, hogyha igazán gusztustalanul, drága és nagyon költséges szelektort szeretnétek írni, akkor bátran menjünk el 10, 15, 20-as mélységekig, mert biztosak lehetek benne, hogy annál nem lesz drágább. Viszont, amit érdemes ezekről tudni, hogy három darab mélység, amíg érdemes lemenni szelektorokkal, mert ez az optimum sáv, amíg még ki tudjuk használni a CSS-eknek az előny, vagy CSS-eknek, a szelektoroknak a pozitív tulajdonságait. Ennél mélyebbre már nem feltétlenül érdemes, inkább térjünk vissza a tervezés fázisába, és gondoljuk át ezt még egyszer, mivel a későbbekben biztosan lehettek benne, hogy hálásak lesztek magatoknak ezért. Ha már a tervezés fázisánál tartottam, ha szeretnék néhány szót beszélni arról is, valamint az öröklődésről is, mivel mind a kettő elég fontos lehet a későbbiekben. Ha a tervezésnél jártok, már a legelején meghatározhatjátok azt, hogy adott komponens vagy sectionökön belül milyen elemek, milyen tulajdonságokat fegyenek fel, és éppen ezért pontosan így építhetitek fel szofisztikáltabban és általánosabban is a szelektoraitokat, attól függően, hogy mit szeretnétek a későbbiekben elérni. Viszont ha erre nem gondoltok, és egy teljes komponensre ugyanazt a stílust határozzátok meg, ami esetünkben még öröklődik is, az összes elem, ami ezen a sectionon belül van, mindegyik fel fogja venni legelső körbe ezeket az értékeket, és ennek az öröklődésnek is költséges, hát nem feltétlenül költséges, de van költsége ennek a műveletnek, és itt is tudunk spórolni azzal, hogy tulajdonképpen hogy is építjük fel a szelektorainkat. Említettem az elején, hogy az ID-k azok az elemek, amik a legesleg gyorsabbak. Ez így is van, viszont nem túl praktikusak. Miért mondom ezt nektek? Azért, mert hogyha van egy nagyobb oldalunk, ahol 10, 20, 30, 40 gombunk van, és mindegyik fix ugyanúgy néz ki, akkor 10, 20, 30, 40 ID-val meghatározott szelektort kell mi felépítsünk, és ezt is beláthatjátok, hogy a karbantarthatóságot és a skálázhatóságot nagyban rontani fogja. Éppen ezért érdemes klasszokkal helyettesíteni ezeket az általános tulajdonságokat, amit a későbbiekben más elemekre is szeretnénk alkalmazni. Hoztam nektek pár érdekesebb példát,
a sebesség szempontjából és a renderelés szempontjából. Az első példánál 5000 elemet vizsgáltam meg, 5000 elem kapott egy class-t, és megvizsgáltuk az attribútum és a class szelektornak a gyorsaságát, ez a kettő lett összehasonlítva, és az eredmény a kettővel szemben a class javára, dőlt el. Tulajdonképpen olyan 10%-os növekedést érhettünk el azzal, hogyha klasszokat használunk attribútumok, szelektorok helyett, és ide még bevághattam volna az ID-kat, mert tulajdonképpen a klasszok, az attribútumok és az ID-k között helyezkednek el sebességügyileg, éppen ezért lehet az ideális számunkra, hogyha klasszokkal dolgozunk. A továbbiakban egy érdekesebb példát hoztam nektek, ahol a backgroundot, a background shorthandet és a background colort hasonlítottuk össze. 100 sor, 100 ilyen 18 színből álló sor kirendelése volt a cél, és az eredmény az elég érdekes lett, mivel hogyha background colorrel állítottuk be az adott propertinket kétszeresen olyan lassan sikerült ezt elérnünk, mintha a shorthand-del állítanánk be. Miért, és mégis miért lehet ez furcsa? Azért, mert a background color csak egyetlen egy tulajdonságot inicializál, és ahogy láthatjátok, a shorthand ennél jóval többet, tízszer annyit, és mégis ez volt a gyorsabb. A harmadik példámban egy ezres blokkokat vizsgáltam meg, ahol fent láthatjátok, 1000 darab ilyen blokkot lett beépítve egy oldalba, és a következő böngészőkön lett lefuttatva ez a teszt. Elég érdekes és főként attribútumos szelektorokat, kombinált klasszokat használtam, voltak használva ezeknél a teszteknél, és a legszembetűnőbb lehet talán a 13-as, ami azt hiszem 7 mélységig megy le, és ennek a sebessége az 64 millisekundum volt. Viszont a legjobbak, ugye említettem nektek, hogy nagyon klassz oldali vagyok, ők voltak azok, a klasszok és a kombinált klasszok, amelyek a legnagyobb eredményt, a leggyorsabb eredményt érték el ebben a tesztben, és a kettő közötti különbség olyan 16 millisekundum lehet. Ami ugye sok szelektor esetében ez összeadódik, és a renderés időben nagyba bele fog szólni a későbbiekben. Így a vége felé összeszedtem nektek pár olyan dolgot, ami szerintem nagyon fontos a CSS és a specificity, valamint a renderelés világában megemlíteni. Ugye, ahogy említettem, hogy a klasszok és az ID-kkal szemben válasszuk a klasszokat. Na már most nagyon az jöhetett le, hogy gyűlölöm az ID-kat, nem így van. Vannak ilyen esetek, amikor igenis használni kell, esetleg, hogyha egy landmark-kal szeretnék, vagy markup-pal szeretnék nyilvánítani egy adott section-t, vagy egy nagyon egyedi blokkot szeretnénk felépíteni, viszont a legtöbb esetben teljesen felesleges az ID-k használata. Ne specifikáljuk túl a CSS szelektorainkat, úgy érzem, ez magáért beszél. Ahogy említettem, 3 mélységig menjünk le az adott szelektorainkkal, mivel ez lesz az a sáv, ami a szelektorok világában legoptimális, és eddig tudjuk kihasználni az ő előnyeiket. És valami nagyon érdemes figyelnünk a CSS felépítésére. Ugye az elején, ahogy meséltem nektek, a Bootstrap gyönyörűen építette fel a klasszait egymás után sorba, és így tud érvényesülni az, hogy balról jobbra haladva az általánosságtól egészen a specifikus tulajdonságig fogják felülírni egymást a tulajdonságok. Viszont ha ezt már a CSS fájlba mi rosszul építjük fel, ezért lehet majd a későbbiekben a klasszok sorrendje irreleváns, és csak a saját munkákat fogjuk ezennel megnehezíteni. És a legutolsó dia tulajdonképpen egy promó lenne a következő előadásból, amelyben egy kicsit mélyebb és advancedebb rétegeit boncolgatjuk ezeknek. A legelső pontjában megnézzük azt, hogy hogyan érdemes megírni a JavaScripteket, mikor érdemes behúzni, mik ezek a best practice-ek, amikkel gyorsíthatjuk majd a kirendelés folyamatát. A második pont az a style, ugye, hogy hogyan fog felépülni a CSS DOM, mik azok a property-k, amiket milyen sorrendben érdemes ezeket használni.
hogyan is inkludoljuk őket. A harmadik része a layout, ami már egy egészen költséges folyamatot vázol fel nekünk, amelyben az adott HTML elemeinket a megfelelő pozícióba fogjuk kirenderelni. Viszont, hogyha egy igazán erőforrás igényes műveletet szeretnénk találkozni, és amire figyelni is kell, az a paint, mert oké, hogy az adott elemeinket megfelelő helyre pozícionáltuk az oldalon, viszont rengeteg sérült pixel fog ezáltal keretkezni, és érdemes ezekre odafigyelni, mert minden egyes átmozgatott elemnél újra és újra ki kell renderelni ezeket a pixeleket, és rendkívül igényes művelet ez számunkra, és a böngészés számára is. Ha szeretnétek ezt az előadást megtekinteni a továbbiakban, akkor az Innonic oldalát kövessétek, és biztosak lehettek benne, hogy nem fogtok lemaradni erről. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogyha vannak kérdések, akkor bátran. Ha nem, akkor köszönöm szépen. Fú, ennyi.